leghangosabbak, a legagresszívabbak a szabadidejükben is csak Orbán Viktor alakú ilyen kis vudú babácskákat, különböző szúrószerszámokkal döfködő európai parlamenti képviselők gyávák. No, tényleg a totál őrültek házának tűnik, amit az Európai Parlamentben csinálnak. Hogyan van, hogy kopogtat az ajtón, oké, nem egy szegény sorból való, meg nem egy kicsi, hanem egy igen gazdag, nagymúltú, erős ország, és a kopogtatás közben a jó, édes anyánkat emlegeti minden második mondatában nekünk, akik benn vagyunk. Heti hírmagyarázat és világmegfejtés a Mandiner munkatársaival és meghívott vendégeinkkel. Ez a Mandiner reakció. Folyamatosan frissülő tartalmainkért kérjük, iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat. Ez itt a Mandiner reakció, Mandiner heti kibeszélő podcastja. Én Kacsó Dániel vagyok, és Kohán Mátyás kollégámmal Dalcs Tamás EP képviselőt fogjuk faggatni arról, hogy mi is folyik Brüsszelben, illetőleg Strasbourgban. Szervusztok! Jó napot, jó hétvégét! Köszönöm a kedves nézőinket! Mindent lehet mondani, mert a YouTube-on leszünk, ott pedig lehet akár jó éjszakát is, hiszen valaki éjjel is nézi. Igen. Na, reggel, éjjel, meg este megnézi valaki. Akkor jó reggelt, jó éjjelt és jó estét! Végig on time lesz. Így van. A gyurcsányizmussal kevert közérdekű adatok ismertetése után én egy Dalcs Tamás idézettel kezdenék. Néha már az EP, vagyis az Európai Parlament működése a bolondok házára hasonlít. Ha valaki nem tartozik az ápoltak sorába, akkor nehezen talál logikát abban, ami ott történik. Ha valaki EP képviselő, és lefordítják neki ezt a mondatot, elolvassa, majd utána találkoztok a folyosón, volt már, hogy megkérdezték, hogy miket hordasz össze itt róluk? Természetesen létezik ez a folyósói kérdőre vonás műfaja. Ez nagyon-nagyon izgalmas. Őszintén szólva általános iskolás, de főleg középiskolás koromban is már rettentően utáltam, amikor egyébként az osztályteremben, meg a nyilvános fórumokon a jó fejségét előadó tanár azért a folyosón oda somfordált melléd, és a lehető legprimitívebb stílusban vont kérdőre téged azért, hogy én nem tudom, miért ezt szervezed a diáktársaiddal, és miért nem azt, miért rendetlenkedünk, hangosan nevetünk a folyosón, tehát értsük ez alatt a hatalmas rendetlenkedéseket, vagy igazi klassz diáktréfákat miért eszelünk ki. Tehát azért van előképem az életemből, e tekintetben igen, ez létezik, hogy egyfajta morális felsőbbrendűségtől vezettetve a megkérdőjelezhetetlen igazság birtokában lévő közéleti szereplőként számon kér, letol, ellentmondást nem tűrően helyre igazít, rendre utasít téged valaki a folyosón. Tehát ezért legkevésbé szoktak beszélgetések lenni, hanem inkább ilyen terápiás jellege van mindennek. Akar-e a beszélgető partnerem, vagy az engem letoló erről a dologról beszélni, és az én válaszom nélkül ő világosan, hogy igen, ő akar beszélni, de egyáltalán nem akar lehetőséget teremteni arra, hogy én megszólaljak. De akkor, igen, akkor nem úgy van, hogy az ülésteremben elmondja, hogy Orbán Viktor Európa sírásója, és a fideszes politikusok pedig ki akarják vezetni Magyarországot az Európai Unióból, és hasonló korrupció sorolhatjuk. Az múlt hétről még kicsit fogunk beszélni, ott ugye ebből egy ilyen dózist kaphattunk szerintem, hogy vádak és hasonló kritikák. De hogy utána aztán, amikor leültök a kantinba együtt kávézni, vagy elfogyasztani a brüsszeli, strasbourgi ebédet, akkor talán azt gondolná az ember, hogy ennek van egy módja, hogy ezeket így közvetlenül ki is lehet beszélni. Ilyen sincsen? Nyilvánvalóan én nem akarok senkit se szándékosan megsérteni. Egyszerűen csak a tapasztalataimról, vagy a tényekről szeretnék beszámolni. Tehát a ülésteremben legyen szó strasbourgi, vagy éppenséggel brüsszeli plenáris ülésről. Legyen szó bizottsági ülésekről, az is széles nyilvánosság előtt, teljes sajtónyilvánosság mellett megtartott parlamenti ülések. Ott a lehető legindulatosabban, legprimitívebben, legbunkóbb módon Orbánt, a Fideszt, Magyarországot, meg úgy általában mindenkit, aki nem a
liberális, baloldali kánonnak megfelelően látja a világot, nem hajlandó felmondani az ő általuk képviselt ideológiai kiskátét. Na most azok, akik ezen okokból a legdurvább, leghangosabb támadásokat intézik ellenünk, azok döntő részben gyáva alakok. Oda nem mernek jönni hozzánk a folyosón, nem azért nem agresszívak lennénk, mert érzik, hogy egy a kamerák keresztüze nélküli magánbeszélgetésben másfél mondaton belül bukik meg az ő mondani valójuk, mert semmilyen érv, semmilyen argumentáció, most idegen szóval ugyanazt mondtam, semmilyen logika, ami kiállna egy vita, egy beszélgetés, egy eszmecsere próbáját, nincsen az ő mondani valójuk mögött. Tehát azt kell mondanom, hogy Daniel Freunddal soha nem volt még módom egy mondatot sem beszélni. Peti Szarvama mondjuk nem ez a kategória, mert hosszú-hosszú éveken keresztül voltunk egy frakciónak a tagjai, ő is néppárti, mi is néppárti. Ő az volt a finn képviselő, aki elvenni a szavazati jogát Magyarországnak is. Hetes cikkely, kettes alcikkelye szerint a legsúlyosabb eljárás. Igen, én azért szeretném. Inkább úgy definiálnám, hogy ő az a finn európai parlamenti képviselő, akit a kormánya európai számvevőnek jelöl. Minden európai számvevő jelöltnek, nem túlzok, egy 30 oldalas kérdőívet kell írásban kitölteni. A 30 oldalas kérdőíven 10-12-15 kérdés mindegyike lényegében azt járja körül, hogy hogyan ad írásban arra garanciát, hogy ő objektíven, pártatlanul, tárgyilagosan, ideológiai és politikai elfogultság nélkül végzi majd az európai számvevői munkáját. Peti Szarvama ezt a 30 oldalas ópuszt megírta, utána eljött az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságába, mert minden számvevőjelöltet ott hallgatunk meg, ott még szóban is, lelkesen, rettenetesen szép kerek gondolatokat megfogalmazva ebben a körben elmondta, hogy így a objektivitás, úgy a tárgyalagosság. Majd az ő jelöltségéről döntött az Európai Parlament, megkapta a támogatást, 2 hétre, 3 hétre később kinevezte őt európai számvevőnek a tanács, majd miután ez megtörtént, valamikor néhány hónap múlva foglalja el a hivatalát, majd miután ez megtörtént, a parlamentben írásban és szóban is garanciáját adta, hogy nem fog Tuskó politikai ügyészként eljárni, ezek után fogta magát, és a legtuskóbb politikai vádlóként működött, és működik a mai napokban is Peti Szarvama az Európai Parlamentben. Ezt érdemes róla tudni, hogy a legminimálisabb formális szabályok sem számítanak. Mi ezért írtunk egyébként Peti Szarvama cselekedetét illetően levelet mind Metsola elnökasszonynak, Európai Parlament elnökasszonyáról beszélünk, illetve Murphy úrnak, az Európai Számvevőszék elnökének, mert az a határozott véleményem, hogy Peti Szarvamának ez a magatartása, ez élesen ellentétes az ő pozíciójára vonatkozó uniós jogszabállyal méltatlanná vált arra a pozícióra, amire ő pályázott, amire őt kinevezték, és ilyenkor bizony egy méltatlansági eljárás, legalábbis egy vizsgálatot illendő lenne mind a parlamentnek, mind pedig az Európai Számvevőszéknek lefolytatni. Egyelőre még választ sem kaptunk, majd meglátjuk. Nem vagyok Nostradamus, de szerintem ez ki fog maradni. Igen. De visszakanyarodva, bocsánat, mert onnan kanyarodtunk el, hogy a leghangosabbak, a legagresszívabbak a szabadidejükben is csak Orbán Viktor alakú ilyen kis vudu babácskákat, különböző szúrószerszámokkal döfködő európai parlamenti képviselők gyávák. No, nem hétköznapi értelemben valahogy ez a tesztoszteronnal teli politikai beszédmód vált általánossá, nem hétköznapi emberi értelemben gyávák, egy vitára, egy beszélgetés szempontjából gyávák. Én azokról beszélek, akik vagy hallgatnak, mint nyuszi ürülék a fűben, vagy egyenesen még olyan megértő, hogy ez a klasszikus is, hogy van a cigisávós meg a botosávós, tehát a kihallgatásnál, hogy van az a rendőri magatartás. Már megint egy kommunista hasonló. Aki a botosávós, tehát aki durvázik, aki fenyeget, és van a másik kihallgató tiszt, aki megértő, jaj, hát tényleg nem lenne magának egyszerűbb bevallania, hát akkor önnek is jobb lenne, nekünk is jó lenne. Tehát akik ezt a cigisávós szerepet játsszák, olyan nagyon megértőnek mutatják magukat a nyilvánosság előtt. Na ők azok aztán, akik az igazi énjüket tudják ilyen
folyosói kérdőre vonó beszélgetésekben megmutatni. Már megint ez hogy mondhattad Tamás, már megint miért mondtad ezt András, Gyürk Andrásról beszélek, már megint hogy gondoltad Kinga, Gál Kingáról beszélek, úgyhogy szerintem ez a nagyon pontos leírásom, már elnézést, hogy önmagam dicséretébe törtem ki, hogy tényleg külső szemlélő számára tényleg a totál őrültek házának tűnik, amit az Európai Parlamentben csinálnak. Az ápoltak, de hát az őrültek háza az már csak ilyen, hogy totál őrültek házának tűnik az ápoltak viselkedése. Vajon kik akkor az őrök? Ennek kapcsán lesz még szerintem kérdőre vonó beszélgetésben részem. Fennistai varázserőmet felhasználva még egy dolgot adnék egyébként a tarisznyádba, hogyha legközelebb antipatikus finnel találkozol, akkor mondd azt neki, hogy höpö-höpö, állánüt vici, azaz hehe, ne viccelj már, ez így van finnül. És mit is jelent az, hogy persze? Arról nem beszélünk egy ilyen polgári adásban, csak annyi a lényeg, hogy alapvetően őket egészen meg tudja hatni az, hogyha hirtelen átkerülnek a saját nyelvi szférájukba. És végül is egy nép vagyunk. Segít, hogy a finnül mondtok. Megboldogult fiatal koromból azon cél elérése érdekében, hogy ki tudjuk vívni csinos, szőke, jó alakú finn lányok szimpátiáját. Arra emlékszem, hogy a jönna vonnat, ez a finn mondat, ez azt jelenti, hogy jön a vonat. Ez nem, ez egyébként nem így van, de mindegy. Jönna a vonat, és a vonat a jön. A juna a vonat, és a tule a jön. Sajnos, úgyhogy ezt a teljes mértékben nem stimmel. Most berekeztem az udvarlási és finn tudományos kísérleteket. Ezt nem mondtam, egyszerű szimpátia. Matyi, szerinted Ursula von der Leyen is, cigis ávós inkább, vagy a másik kategória? Ursula von der Leyen sok nyelven beszélt ezen az ülésen. Sok nyelven beszél mind a dolog lingvisztikai értelmében, tehát egy született brüsszeliként anyanyelvi szinten bírja a franciát, az angolt és a németet, miközben ebből csak egy az anyanyelve, és ennek megfelelően az ávósok mind a két nyelvén is beszél nekem azzal alapvetően a megélésem, tehát ő képes, nekem az a beszéd, amit ő ott elmondott a parlamenti plenárison, az nem csak arról tett tanul bizonyságot, hogy Magyarországot mennyire megveti, de az is, hogy az Európai Parlamentet mennyire megveti. Hát ugye ott egyrészt szólt ránk mindenféle szitkot és átkot azzal kapcsolatban, hogy Magyarország így nem teljesített, meg úgy nem teljesített, meg ilyen migráció, meg olyan LMBTQ problémák miatt nem fogunk semmilyen további pénzt kapni. De az Európai Parlamentnek meg azzal szúrta ki a szemét, hogy olyan tematikus feltételek mögé bújt be, ugye a migráció meg az LMBTQ kapcsán, amelyek nem egész 3 milliárd eurót blokkolnak, a jelenleg még mindig blokkolt nagyjából 20 milliárd euróból. Hát azzal próbálja kiszúrni az Európai Parlament szemét, olyan feltételekkel, amelyek még a brüsszeli papírosok szerint sem érintik a pénz, a még fennmaradó és fel nem oldott pénz döntő, tehát túlnyomó többségét. Mármint arról beszélünk, hogy az Európai Bizottság és a Magyarország közötti pénzügyi viták, hogyha esetleg valaki... Levágja ezt a monológot, melyben egyszerre odaszúr Magyarországnak és hülyének néz az Európai Parlamenti képviselőket, egyiknek talán kevésbé joggal, másiknak lehet, hogy jogosabban, majd távozik a parlamentből és nem hallgatja meg a vonatkozó kérdéseket és hozzászólásokat. Hát szerintem, ha valaki beszéli mind a kettő ávos dialektust, az Ursula von der Leyen. De hát nyilván Európai Bizottsági elnök akar maradni. Azt olvastam a Politikon, amiről szintén voltak Dajs Tamásnak erős mondásai. Ugye ez az Amerikából készülő, Brüsszelben szerkesztett vagy fordítva lap, mindig jól értesült, hogy február 10-án majd bejelenti Ursula von der Leyen hivatalosan is, hogy újraindul, aztán majd Bukarestben lesz az Európai Néppártnak egy tanácskozása, amint talán egy KDNP-s is ott lesz, ahol eldől végleg, hogy a Néppárt őt szeretné újra bizottsági elnöknek. Mennyi sansz van arra, hogy ő is lesz? Most itt találgatunk, de... Két dologról röviden. És vagy miért ne legyen? Be fogom tartani azt, hogy az ígéretemet, hogy röviden. Tehát az első az, hogy abból a szempontból valóban egy nagyon-nagyon fontos, nem dramaturgiai fordulatnak szánom, hanem tényleg azt gondolom, politikatörténeti esemény, Ursula von der Leyennek a legutóbbi Európai Parlamenti Plenáris Ülésén elmondott beszéde, mert mostantól kezdve nem feltételezés, a teljes bizonyosság érzésével megfogalmazható politikai teória az, hogy a jogállamiságinak mondott feltételességi rendszer, tehát bizonyos jogállami kritériumokat teljesítened kell, ez a feltétel, hogy uniós forrásokhoz jussál, tehát ez egész jogállamisági kondicionalitási eljárás, ez egy nettó hazugság, itt politikai kondicionalitási eljárásról van szó.
Az Európai Bizottság ezen az egészen elképesztő, a semmibe a katasztrófába vezető úton, hogy politikai bizottságá vált. És nem poénkodom, hogy a kommunista pártoknak a legfőbb döntéshozó testületét sok országban, Magyarországon is az MSZNP-nek politikai bizottságkóta. Észak-Koreában is így hívják. A neve mai napig is Észak-Koreában is így hívják, hanem az, hogy ami felé arra szolgatott az Európai Bizottság, és az arra szolgatáshoz képest egy hatalmasat lépett Juncker elnök idején, ahol Juncker kijelentette, az Európai Bizottság az egy politikai, önálló politikai agendával, programmal, politikai elképzelés együttessel rendelkező szervezete az Uniónak, ami képtelenség, mert az Európai Unió működése szempontjából az Európai Bizottságnak politikailag semlegesnek kell lennie. A nemzeti szuverenitásokból fakadó felhatalmazással bíró állam és kormányfők tudnak politikai agendát megfogalmazni a tanácsban. Az európai választópolgárok szavazatainak köszönhetően európai parlamenti mandátummal bíró képviselők tudnak politikai kérdésekben állást foglalni, véleményt elmondani az európai parlamentben. A bizottságnak az a dolga, hogy alapvetően a két szereplő által elfogadott jogszabályokat végrehajtsa, betartsa és betartassa, illetve az alapszerződés működése fölött politikailag tárgyszerűen, semlegesen eljárva őrködjön. Ezt lépte át az Európai Bizottság, és ma már van egy önálló jogszabálya, ami kapcsán ő azt mondhatja, hogy én nem hadonászok valamivel teljesen idióta módon, hanem van egy olyan európai uniós jogszabály, az abszurditás abszurditása, amelyik az önkényes politikai fellépésre jogi lehetőséget ad. Annyiszor vonunk párhuzamot a 20. század barna és vörös diktatúrái, totalitárius rendszerei, és sok magát demokráciának mondó, vagy a totalitárius rendszerként le nem írható szisztémával. Most megint azt tudom mondani, hogy itt van egy kísérteties egybeesés, hogy jogi eszközt, jogi felhatalmazást is gyártok arra, hogy én hogyan tudok önkényesen eljárni politikailag. Nem egyszer arról van szó, hogy az önkényes politika eljáráson minden tekintetben megsérti a jogszabályokat, hanem szándékosan olyan jogi szabályokat hozok, amely jogszabályok azt mondják, hogy neked jogod van önkényesen eljárni. Ezt hívják lopakodó jogalkotásnak egyesek, vagy az a kifejezés, hogy lopakodás? Elmechtigungskezetnek hívják, de ezt elmechtigungskezetnek hívják egyébként. Tehát ez egyik dolog, hogy ebből a szempontból pont vége, nincs róla mit hokmecolni. A jogállamiságnak mondott, hazudott, titulált, füllentett eljárásrendnek semmi köze nincs jogszabályok, jogi konstrukciók betartásának az ellenőrzéséhez. Ez arról szól, hogy a saját, persze pont a Soros hálózat, a Soros Birodalom berkeiben megfogalmazott politikai elképzeléseket magáénak tekintő brüsszeli bürokrácia ezeket a politikai elképzeléseit a jog erejével is le tudja nyomni tagállamok torkán. Ezt ismerte el Ursula von der Leyen. Tehát én szerintem ez egy politikatörténeti dolog. Igen, bocsánat, hadd vágjak közben. A sok kommunizmussal kapcsolatos hasonlat, Észak-Korea, Ávó, barna és vörös diktatúrák említése, azért nem jobb, hogyha hokmecolnak egy távoli Brüsszelben, mint sem, hogy tankokkal jönnének, és azt mondják, hogy ti magyarok így fogtok élni? Nem túlzás azt mondani, hogy a Szovjetunió meg hasonló? Akkor most jön a... Csak itt az elmúlt napokban erről kapcsolatban volt némi fennforgás. Félmondatom, örülök a felvetésnek, hogy mennyire szimpatikus, mikor a riport alany megdicséri. Köszönöm szépen. A riportert, a műsorvezetőt, a szerkesztőt. Tehát az a helyzet, hogy elmennek a nénikéjükbe azok, akik diktatúrának, meg totalitárius rendszernek minősítenek olyan politikai szisztémákat, olyan politikai rendszereket, amelyben lehet, hogy van kifogásolni való, de intézményesen nem pusztítanak el embereket, intézményesen a legalapvetőbb politikai szabadságjogaidat, a választás szabadságát, a lelkiismeret, a vallásszal. Nem állítom, hogy nem is olyan bonyolult logikán keresztül nincs szabadságkorlátozó jelenség,
sok magát liberális demokráciának mondó országban, például a vélemény terror ilyen, amikor csak egyféle véleményt lehet mondani a nyilvánosságban, mert attól eltérő vélemény. De azt szabadon. Azt viszont szabad, azt az egyféle vélemény, és ráadásul épp a politikóban megért egyféle véleményt, azt szabadon lehet megismételni, szórendet ne változtass, légy szíves, mert azért az már az elvárható határon túl van, túllépsz. Tehát persze, álljon meg a menet, tehát recsk, gulág, koncentrációs táborok, berlini fal, nyílt, a mindennapokban érvényesülő politikai terror, érted jöttünk, elvtárs, nem ellened, ahogy ugye már az 50-es években a humor eszközével, a pesti humor eszközével dolgozták fel azt a borzalmat a honfitársaink, hogy Fekete Volga meg Pobjeda állt meg a házak előtt hajnalban, és ilyen mindenféle balonkabátos emberek a legdurvábban vittek el az Andrássy út 60-ban meg kitelepíteni embereket, családokat. Tehát álljon meg, mert én azért örülök annak, aminek nem kéne örülni, hogy éltem diktatúrában, mert nem a tankönyvekből szerzett ismereteim, felszínes, megalapozott ismereteim alapján van képem arról, hogy mi a diktatúra, megéltem. Pontosan össze tudom hasonlítani, hogy mi a diktatúra, meg mi egy okkal, joggal, sok minden miatt kritizálható, de diktatúrának egyáltalán nem nevezhető politikai rendszer vagy politikai működés között a különbség. És a Szovjetunió, Európai Unió hasonlat? Mert a Szovjetunió, Európai Unió hasonlat hasonlóan megint ugyanazt kifogásokat jelenti, hogy tényleg szomorúság tölti el az ember szívét, amikor azt látja, hogy valóban birodalmi törekvés fogalmazódik meg Brüsszelben. Ez a birodalmi törekvéseknek az egyik legrettenetesebb formája az, amit Szovjetuniónak hívunk. Na de más európai birodalmak is léteztek, és hagyjuk most, nem a harmadik birodalmat fogom szándékosan említeni, nem mintha nem lent volna rettenetes. Minden birodalmi törekvés Európa polgári, a jogállamiság irányába mutató, majdnem a fejlődés szót mondtam, akkor közös teljesítményével szögesen ellentétes. Európában a birodalmak, azok mindig, a birodalmi törekvések mindig politikai katasztrófához, a szabadság korlátozásához, Európa hanyatlásához, fejlődésének a megrekedéséhez vezetnek, olyan politikai csatározásokhoz, amelyek esetek jelentős részében európai háborúkhoz vezetnek. Tehát azt tudom mondani, hogy azt kell az Európai Unió megalapításának az egyik legfontosabb oka mindenfajta európai birodalmi törekvéssel szemben hozzunk létre az európai nemzetállamok egyenjogúságára és egyenrangúságára, és ezen egyenjogúság és egyenrangúsága az együttműködés mindennapjaiban kell, hogy érvényesüljön, na egy ilyen intézményt hozzunk létre. Ezt az intézményt arra használni, hogy Európát birodalmi törekvések felé löködjük, ez ennek a gondolatnak a figyelmen kívül hagyása, a megsemmisítése, ennek a gondolatnak a szemenköpése. Tehát azt tudom mondani, hogy nem nagyot akarok mondani, a legeurópa pártibb meggyőződés a Nemzetek Európájának a koncepciója. A legeurópa pártibb. Hadd tegyek annyit ez a hasonlat kérdéshez hozzá, mert én is rengeteget hallom ezt, hogy nékét állandóan brüsszel-moszkvázni, meg ide-oda hasonlítgatni, és a valós megélt életvalóságunknál nyilvánvalóan messze menők is sokkal rosszabb rendszerekhez hasonlítani azt, amiben adott esetben élünk. Ez egy a tudományos munkában abszolút bevett működésmód. Mindig, amikor egy rendszer logikáiban kritikát keresünk, azt keresünk, hogy hova nem kellene menni, azt keresünk, hogy milyen mechanizmusok tudnak elvezetni valami rosszra, akkor föl kell mutatni egy nehéz, rossz, súlyosan terhet, nem kívánatos olyan rendszert, amelyben voltak ilyen mechanizmusok és voltak ilyen logikák. Tehát ez bármikor, amikor valaki, mit tudom én, a nemzetközi fejlesztéspolitikát kritizálja, akkor nagyon gyakran bevetnek ilyenkor a gyarmatosítással, vagy az erőszakos konkvisztádor térítéssel kapcsolatos párhuzamokat, egyszerűen azért, hogy megértsük, hogy bizonyos mechanizmusok, logikák és működésmódok azok hogyan vezetnek rossz dolgokhoz. Tehát amikor nem az a megfelelő keretezése a brüsszel-moszkvás megnyilvánulásoknak senkinek a részéről, hogy Brüsszel egyenlő Moszkva. Ilyet senki soha nem mond. Sőt, azt ami viszont egy nem egyenlő Moszkva. Ami viszont egy igen-igen fontos, és egyébként a brüsszel-moszkvázáson kívül valamiért minden kontextusban elfogadható működési mód és intellektuális gyakorlat az, hogy rámutatunk elemekre, rendszerekben, amelyek valami rosszhoz vezettek már egyszer máskor.
ez egy teljesen normális intellektuális működésmód, ami megvédi az általunk szeretett, megélt és belakott rendszereket, attól valami sokkal rosszabbá váljanak. Jó, nekem ezzel nincs gondom, csak az elmúlt egy hétben egyébként úgy láttam, hogy még Ungvári Krisztiántól egészen Cseh Katalinig kifogásolták az efféle hasonlatokat, gondoltam, idehozom egy kicsit igen, a szellemüket és az érveiket. Jó, igen. Hát azt meg tényleg hagyjuk, hogy a képmutatás versenyt azt mindig ez a liberális baloldali európai mainstream politika nyeri meg, tehát az, hogy készségszinten a leggyalázatosabb minősítésekkel élünk. Megnéznénk, az elmúlt mondjuk 30 év, a rendszerváltoztatás óta eltelt időszak, az arról szól, hogy mindig van egy ilyen 5-6-7 évnyi időre éppen aktuális szavatossággal bíró brutális minősítése, sértegetése, ettől a liberális baloldali iránytól eltérő, konzervatív, kereszténydemokrata, nemzeti elkötelezettségű politika csinálásnak. Hol antiszemiták, hol korrupt, hol euroszkeptikusak, most éppen a jogállamiságot lábbal tipró. Tehát csak azt tudom mondani, hogy most éppen ennek az 5-6-7 évében vagyunk, amikor a jogállamiság ellenesség váltotta föl azt, ami a megelőző 5-6-6-7 évben az antiszemitizmus volt, a szélsőségesség volt, az euroszkepticizmus, orosz pártiság, a populizmus. Orosz pártiság, azt hozzuk be. Tényleg, én azt szoktam a folyosón, ha már erről szó volt, én a folyosón például a ritkán adódó értelmes viccelődés lehetőségét megteremtő kis párbeszédekben éppen egymás mögött állunk sorba kávéért a büfébe szoktam mondani, hogy de fiúk, lányok, mondom ezt ilyen nagy liberális megmondó képviselőtársadnak, hát hogy például nem populistáztok? Semmi nem változott bennünk, sőt, azt mondjátok el, hogy még sokkal borzalmasabbak vagyunk, mint 5-6 évvel ezelőtt. 5-6 évvel ezelőtt, reggel, éjjel meg este úgy kelt, azt mondtátok, populisták. Aztán most meg itten, sem most. Hát akkor csak nem mondtatok igazat, akkor éppen azt írta a Politico, vagy a olvasó szerkesztőnek ez volt a kedvenc kifejezésem. Jó, hát ugye volt, amikor a szűk nadrág van, amikor a bugyos nadrág divatos, most igen. Változtak azt a hullámok. Tehát mindig a gyalázkodásnak mindig van egy divatja liberális oldalon, most a populizmus és az euroszkepticizmus, mint gyalázkodási divat szállóágban lecsengett, és akkor most éppen a jogát. Nagyon fiatalok az urak. Köszönjük ezért, szépen. Ezért nem biztos, hogy személyes élményük lehet, de a fotót rengetegszer lehetett látni. Mi volt a szlogenje az MSZMP-ből MSZPV váló pártnak? Tehát amikor reggel bementek MSZMP küldöttek a budapesti kongresszusi központban, büdös, retkes kommunista párt megválasztott küldötte, és kijöttek, virtigli európai szociáldemokrataként, ez volt felírva embernagysági betűkkel. Szegfű. Nem. Demokrácia, szocializmus, jogállam. Ez a DK, nem? Bocsánat. Bocsánat, ez volt oda felírva, amikor, ahol Türmer és Grósz és Nyers és Horn még délelőtt egy pártban vannak, délután már bizonyos szereplők ott ragadnak a végül aztán megmaradó, tehát munkáspárként tovább élő kommunista pártban. Tehát azt tudom mondani, hogy a jogállamiság magukhoz kötése, MSZMP. Már megint egy magához kommunista köté, hasonlat. 56-os megtorlásokkal, az egész Kádár rendszer tömeges törvénytelenségeivel a post-MSZMP, hiszen még egyszer mondom, hát vannak vicces fotók, ahol azt az M betűt leszerelik, és az MSZMP-ből MSZP-t csinálnak. Ott rögtön jogállamiságoznak, hogy nincs új a nap alatt. Az MSZP-ben máig a táblákkal és azon szereplő betűkkel megvannak bizonyos küzdelmek, de már a viccesebb része a történetnek. Matyi, hozzád fordulnék, mert a kincstári optimista választ aztán majd utána várnám a politikustól, de az elemző újságíró kollégától pedig azt, hogy ez mind oké, ez egy helyzetkép, de mégis ennek a szuverenista, nevezzük szuverenistának, konzervatív nemzetállamok szövetségén és nem valami föderális koncepcióban gondolkodó tömörülésnek jelenállás szerint mekkora esélye van, hogy abba az irányba tolja a közös szekerünket
amiben menni szeretne. Tehát úgy is kérdezhetném, elszigetelődött-e a magyar kormányzati gondolat? Csak részben tudok kiadási oldali pesszimista választ adni erre, tehát ugye a következő tendenciákat látjuk akkor röviden fölskiccelve Európában. Tehát áll egy tény és való, senki nem rengette még meg azt a klasszikus hegemóniát az európai politikában, hogy teljesen mindegy éppen mit gondolnak a néppártok és a szociáldemokrata pártok meg a liberális pártok valamiért, a dolgok színe, szaga, illata, akármilyen miatt, az 50% plusz egy az valahogyan még mindig össze tud jönni a néppárti szociáldemokrata liberális kombóból, akkor is, hogyha annak a tartalma semmilyen köszönő viszonyban nem áll már azzal, ami ennek a tartalma 50 évvel ezelőtt, vagy akár csak 20 évvel ezelőtt volt. Hát ez a tendencia, ez nem rengett eddig meg, és nem látszik megrengeni. Ez igaz. Van egy ilyen dolog. De van egy olyan másik dolog is közben, hogy a szuverenizmus, mint olyan, az országaink, hazáink szeretete, meg a kontinensünk szeretete, önmagunk függelékként való látásának az elutasítása, az európai stratégiai autonómia, hogy nagy szavakat használjak, ez olyan politikai meggyőződés, olyan érték, ami viszont önmagában nem kötődik szükségszerűen semmilyen pártos ideológiához. Ergo, szabadon bejárható, beléphető bárkinek a számára. És azt gondolom, hogy miközben a fősodrata a szociáldemokrata néppárti liberális pártoknak nem lesz ez soha, és ők fogják adni belátható ideig a többséget most is. Sajnos az Európai Parlamentben mindenképpen ebből a háromból össze fog jönni az 50 plusz 1. Ne legyen igazam. De vannak mind a szociáldemokrata frakcióban Robert Fico, mind a liberális frakcióban Emmanuel Macron és pártja, mind egyébként nyilván népesen a néppártól jobbra álló frakcióban olyan emberek és olyan pártok, akik hol időlegesen bekerülnek a szuverenizmus bűvkörébe, és a döntő pillanatokban egy kicsikét arrébb rángatják a kormányt, vagy pedig eleve következetesen, mint az európai jobboldal ezt képviselik. Tehát az, hogy itt most áttörés lesz, megérkezne a lázadás éve, és átállnánk a Nemzetek Európai Programnak a megvalósítására, ezt nem várom. Nagyon örülök, hogyha várja a képviselő úr, én sajnos nem várom. De azt viszont tudom, hogy mivel ez a gondolat nem kötődik szükségszerűen a jobboldalhoz, ezért mindig lesznek olyan szövetségesek, egy-kettő, nem biztos, hogy sok, biztos, hogy nagy kockázattal járó szövetségek ezek, mint aztán Emmanuel Macron és Robert Fico elmúlt néhány havi európai politikai megítéléséből látni lehet, de mindig lesznek olyan szövetségesek, akik a kritikus pillanatban megmentik a szakadék szélőre a Nemzetek Európájának a gondolat. Nekem erről az jut eszem, hogy azért francia állami vezetőként nyilván máshogy tekint a nemzeti szuverenitás kérdésére valaki, mint mondjuk magyar vezetőként, hiszen a közösségen belüli francia ipari és gazdasági érdekérvényesítésnek megvannak azok a csatornái, amiket hívhatunk globalistának, miközben szuverenista. És ez egy érték, hogyha vannak olyan nyugat-európai nagy tagállami vezetők, akik az európai szuverenitást képesek önértékként kezelni, mert ez gyakorlatilag a mi számunkra egy szövetség. Tehát ez egy olyan dolog, ami mögé egy nemzeti szuverenitást többet tud állni. Ez az alapja a liberális Emmanuel Macron, meg a konzervatív Orbán Viktor működőképesnek mondható munkakapcsolatának. Ez az alapja, hogy vannak olyan országok, amelyek az európai szuverenitás keretében jobban meg tudják élni a nemzeti szuverenitásokat, mint anélkül, és ez a számunkra egy lehetőség, mert a globalizmusnak mind a kettő az ellentegy. Ha már Macron szóba került, ugye kapott is rendesen, amikor a európai szuverenitásról legélesebben beszélt, akár az orosz-ukrán konfliktus, meg az Amerikával való kereskedelmi rivalizálás, potenciális rivalizálás, elhallgatott rivalizálás Európa és az Egyesült Államok között, akkor kapott is rendesen például a Politikótól, hogy mer így beszélni a barátunkról, Amerikáról, Európából. No de akkor a kincstári optimista válaszban bízva még lenne egy ilyen alkérdésem is, hogy nem lenne mégis hatásosabb, és ezt mindig föl szoktam tenni, ez a vesszőparipám politikusoknak is, hogyha kicsit taktikusabbak lennénk, gondolok itt például az osztrákokra, akik nem hiszem, hogy sokkal szupportívabbak lennének mondjuk az ukrán politikával kapcsolatban, nem is hiszem, hogy az osztrákok jobbakat gondolnának, mint mi egyébként, akik a ukránokról, akiknek komoly sérelmeink is vannak. Pláne nem globalisták. Aztán ott vannak az olaszok, akik nyilván most azért anyagilag megvannak egy kicsit szorongatva, nem kicsit nagyon, de van egy olyan miniszterelnökük, aki elvileg nagyon közel áll a Fideszhez, mégsem úgy viselkedik mondjuk a nagy kérdések eldőlésénél az európai porondon. Hogyha mi sem lennénk annyira hangosak, de mégis próbálnánk ezeket az ügyeket átvinni, de amikor van egy közös szavazás és 26 van az egy ellen, akkor azt mondjuk, hogy jó, akkor legyen 27, egyefene, majd legközelebb beakasztunk. Tehát, hogy
Mert úgy tűnik, mintha ilyen formában mi egyedül lennénk, miközben sejtéseim szerint, és hát erről beszélt Matyi is, azért ez nem egy ilyen egy személyes projekt a szuverenista gondolat, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy néhányan ezt ügyesen elhallgatva olykor beállnak a közösbe, miközben, mintha egy követ fújnánk, itt most nem is az Európai Parlamentre gondolok, inkább ez már a tanácsnak a terepe. Hosszú olyannyira, kérdés volt ez. Olyannyira nem egy díszítő ornamentika, ez a szuverenitás, elgondolás, értékválasztás, az egész Európai Unió működése, léte szempontjából azért igazán pontosan hogyan is kell magyarítani a szuverenitást, ha maradjunk annyiban az önállóság, az önérdekednek a nem mások rovására, hanem magad hasznára való képviselete, hogy természetesen a német-francia kontinentális kiegyezés az egyik forrása az Európai Unió megalakulásának, természetesen ez egy békeprojekt, de ezek sorában, és nem is a legvégén húzódik meg az, hogy valójában az Európai Uniónak a 20. század közepén történő létrehozatala, tudom, hogy nem ez volt a neve, nem akarnék most rögtön megbukni egy európai jogi vizsgán, tehát a 6 alapító ország együttműködése az Európa szuverenitásának a kinyilatkoztatását jelentette. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy bár egészen más módon, de Európa nyugati fele akkor az amerikaiak által, Európa keleti fele pedig az oroszok által megszállt térség. Éppenséggel valamifajta európai saját mozgástérről beszélni realitásként vajmi nehéz, hiszen lehetett látni, hogy ez a katonai megszállás az oroszok részéről, ez egy birodalmi szándékú, és a politikai rendszereket is a szovjet rendszernek megfelelően fogják kialakítani. Gazdasági értelemben nem, hogy mozgástere nem volt Európának, hát épp a totális összeomlásból próbált kilábalni, Marshall segély és a többi, és a többi, kapott is ehhez támogatást. Tehát az európai szuverenitás intézménye az Európai Unió, az európai önállóság. Európa azt jelenti be az 1950-es évek elején, hogy jó napot kívánok, itt vagyok. Önálló, saját életemet önállóan és szabadon akarom meghatározni, katonai, biztonságpolitikai, hatalmi, gazdasági, kereskedelmi szempontból önálló világpolitikai szereplő vagyok. Ezt jelentette be az Európai Unió megalakításával Európa. Nem véletlenül az Európai Unió megalakításánál legtöbben kereszténydemokrata, korszakos kereszténydemokrata politikusok, államférfiak voltak. Tehát azt tudom mondani, hogy hát a spanyol viaszt találják föl azok, meg nem bántva Macront vagy bárki mást, akik Európa stratégiai autonómiájáról vagy szuverenitásáról beszélnek. Tehát Európa szuverenitásának a megtartása, a birodalmi építkezés helyett ennek a szuverenitásnak az erősítése, ez egy alapkérdés. Én ennek kapcsán, hogy a szuverenitás mennyire tudatkorat, és a politikai együttműködést is létrehozó, azt létrehozni képes gondolatnak, elképzelésként, értékválasztásként működni, azzal egyetértek. Kettő, azért azt se felejtsük el, hogy van egy nagyon sajátos német helyzet. És ez a sajátos német helyzet, ez az, hogy Deutschként talán felhatalmazásom van, hogy valamifajta értékelő megállapítást tegyek több évtizednyi német politikáról. A jelen állás szerint így a 21. század harmadik évtizedében szuboptimálisnak tűnik az a német stratégia, amit több mint fél évszázadon keresztül képviseltek, hogy a második világháború vészterhes német, európai és világpolitikai szerepvállása kapcsán német a nemzeti kiállásról nem lehet beszélni, gondolták ők, mert akkor rögtön lenáciznak minket. A német nemzeti identitást az gyakorlatilag feloldották az EU. Európa erősödés, ez Németország erősödését jelenti, és egy erős Európa az tulajdonképpen nem mást jelent, mint a németek fejében erős Európa az egyenlő az Európában nagyhatalmi világpolitikai értelme és középhatalmi pozícióval bíró Németország. Ez óhatatlanul azért azt jelenti, hogy minden olyan ezen Európa együttműködésen belüli elgondolás, amelyik nem követi a német logikát, azt a németek még agresszívabban nem szeretik, mint más országok. Sokkal intoleránsabbak, mint a franciák, vagy a spanyolok, vagy a lengyelek. Most történelmi távlatból beszélhetek, és nem pillanatnyi politikai összetételéről az adott országok kormányainak. És a harmadik, akkor, hogy
Mi a hurrá optimista? Hogy maradtunk egyedül? Akkor az lesz a negyedik. Hogy a, tehát ma a helyzet a következő, hogy a, most már nem akarom érdemén túl zikálni a politikót, de a Pulse of Poll, tehát a politikónak az egyik aloldala, a közvéleménykutatási háttér oldala, ami tényleg az adott ország közvéleménykutató intézeteinek a felmérését és azoknak egy még módszertanilag is elfogadható átlagát hozza. Ott most aggódnak. Ott most úgy néz ki, hogy jelen állás szerint, ha az ECR, az Európai Konzervatívok és az ID, az Identitás és Demokrácia, azaz az európai szélső jobb, ezt ugye csak így szabad. Az euroszkeptikus. Euroszkeptikus, fúj-fúj populista szélső jobb, frakciók mandátum számát összeadjuk, akkor nagy valóséggel ez a legnagyobb európai parlamenti frakció lenne. Pláne, ha a Fidesz is valamelyikben ott lesz. Ha a Fidesz... Ennél az összeadásnál a Fidesz is már vagy, ebbe számolják ECR frakciótagként számolnak, most ez nem egy burkolt politikai üzenet, hanem ők hogyan számolnak, ez arra vonatkozott. Tehát magyarán azt akarom csak mondani, és ezzel nem valamifajta hát politikai terhet rakni átlagos méretű európai ország, konzervatív, nemzeti, kereszténydemokrata politikai pártja, európai parlamenti képviselőjeként a nagy francia, a nagy spanyol, a nagy olasz, meg a nagy lengyel barátainkra, akik a politikának ezen a területén mozognak. De azt tudom mondani, hogyha most egy nagyon hétköznapi nyelven fogalmazva, az erőknek valamilyen, ha nem is egyesítése, de mondjuk összehangolása felé tennének lépéseket. ECR, ID, ID, ECR, na az európai politikai rendszerváltoztatás hatású jelenség lenne. Mert az, hogy ki a legnagyobb európai parlamenti frakció, az Európai Parlament működési szabályai szempontjából is elképesztő jelentőség. Persze iróniára hajló közép-európai barátaim, amikor mindig hozzászokták, hogy pont addig lesznek ilyenek az Európai Parlament belső működési szabályai, amíg kiderül, hogy ezek a belső működési szabályok adott esetben egy ilyen fúj-fúj jobboldali együttműködés számára is kedvezők lehetnek, akkor majd hirtelen újra gondolják ezeket. Tehát azt tudom mondani, hogy óvatosan ez az áttörés lehet. Egy biztos, hogy a megerősödés, a nagyon komoly megerősödésen túl a riválisaink szerint is a politikai realitás világában van egy akár áttörésszerű eredmény. A nagyon fontos a várakozás menedzsment, nehogy már magunk számára azt mondjuk, hát csak akkor lett igazán jó a választás eredménye, ha a nagy előrelépés, a bazi nagy előrelépés helyett csak a extrém, szuper európai rendszerváltoztatás hozó előrelépést érjük el, tehát azt gondolom, hogy azért ha ezen a skálán a második, meg az első fokozat is nagyon-nagyon nagy eredmény. Nehogy abba a csapdába kerül, mint Dobrev Klára választás délután, aki azt mondta, hogy vagy azóta is párszor. Igen. Bocsánat, és akkor az elszigetelődtünk-e vagy sem? Most vérig fogom az urakat sérteni, bár nem áll szándékom van. Maga a szavak, nem egyszerűen gondolati logika, azok az ellenzéki kerekasztal 1989-es megbeszélései emlékeztetnek. Még egészen jól érzem. Most akkor Tölgyesi Péter, én pedig mondjuk Orbán Viktor, vagy... Szándékosan fordítva. Nem idézem ide azokat a szereplőket, akiknek azért a, nem csak az ellenzéki kerekasztalon belül, hanem úgy a széles összefüggésekben is azért hát nem a rendszerváltoztatás arany oldalain szerepel a neve, meg a pártjának a neve, azért az ellenzéki kerekasztalnak ilyen tertétele is volt, zárója bezárva, na ők előszeretettel mondták, hogy hát, de mondták Szabad Györgynek, Antal Józsefnek, tehát azért nem a radikális, odamondogató, szélsőségesen, akarjuk, nem akarjuk, de mégis a tárgyaló partnerként a másik oldalon lévő kommunista pártot, nem folyamatosan frosztlizó Antalnak, Szabadnak, Tölgyesinek, másodnak, hogy taktikusabban kéne. Kéne ott is szövetségeseket találni, és akkor itt még a fejti sem olyan szörnyű, itt éreztem, hogy a... Na, ide kell majd disclaimer, hogy ki az a fejti György. Itt ez már minden racionalitáson túlmutat. Tehát azt tudom mondani, hogy helyzet az. Taktikusak, diplomatikusak, mérlegelőek vagyunk. Kormány nevében nem akarok nyilatkozni, nem vagyok a kormány tagja, nem elhatárolom magamat, hanem azt kell mondanom, hogy ez mégis egy másik alkotmányos intézmény. De a Fidesz
mégis a politikai hátországát a kormánynak. Mi adjuk, mi európai parlamenti képviselők, mi aztán birtigli fideszes politikusok vagyunk. Igenis, azt a logikát követjük, hogy mi együttműködéseket keresünk, mi partnereket keresünk. Az egy másik kérdés, hogy ez a vörös vonal kifejezés, ez most már minden európai uniós témáról való beszélgetésen felmerül, azért vannak az európai politikának olyan vörös vonalai, amit nem lehet a taktikusság logikája mentén átlépni. Tehát az a helyzet, hogyha teljes egészében a politikai riválisod logikájában, szókészletét, az ő politikai mahinációjának a részeként alakítod a magad politikáját, akkor nem is veszed észre az ő sikerét, a riválisod sikere érdekében mozgósítasz energiákat. Tehát az a helyzet, hogy nagyon fontos, és nézzük meg, kemény odamondogatós időszak is volt Ausztriával migráció ügyében, de hála az ég, hogy taktikusan nem engedtünk a magunk álláspontjából, és ide tudtuk, bocsánat, most nem megbántom Ausztriát, de ide tudtuk átrángatni az osztrák kormányzati álláspontot, ahol minden lényeges kérdésben az osztrák és magyar, és magyar és osztrák álláspont... Plusz a szerb. Igen, tehát azért azt tudom mondani, hogy ha tettünk volna valamikor, mert haj, nem kéne most akkor tényleg, hát akkor mondjuk azt, hogy tulajdonképpen azért a magukat menekültnek hazudó illegális migránsok törvénytelenül jönnek ide, semmifajta menekült hátterük nincsen, azoknak egy részét legalább kacsintással fogadjuk el, hogy tényleg nem illegális migránsok, hanem menekültek. Maga az álláspontunk leglényege, a szíve közepe bukott volna meg, innentől kezdve nem tudod azt az álláspontot képviselni. Világos. Illegális migrációt minden formájában el kell utasítani, műszaki és jogi határzárra van szükség. És igen, hosszabb ideig tartott, volt több személycsere is az osztrák kancellár személyében, de összességében mégis azt tudom mondani, hogy ma az osztrák kancellár és a magyar miniszterelnök ezekben a vitákban, az Európai Tanácsban a majdnem teljesen egészében, vagy a teljesen egészében egyetértő kormányfőként szerepelnek, úgyhogy azt tudom mondani, hogy szerintem a taktikai lépéssorozatunk az eredmény. A szárnyas kapukon túl, a kerítésen innen. Két apróságot hadd tegyek hozzá. Nem kerítésünk van, kapuszárnyakkal. Így van. Szóval tehát az elszigeteltség mindemellett, hogy a fontos külpolitikai kategória, és vigyázni kell, hogy ne következzen be, meg ezer mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az ember szövetségek részeiként tudjon politizálni, hogyha 10 milliós. Azért vannak ennek a diskurzusnak, az erről való beszélgetésnek, azért vannak kóros elváltozásai is. Tehát én emlékszem, hogy a 2022 tavaszi ukrajnai háború első hónapjaiban zajló fegyver átadási, fegyverszállítási tárgyalások az Európai Unióban, azok úgy csapódtak le a német médiában, hogy rettegett a német média attól, hogy Németország elszigetelődik, mert nem ad elég gyorsan tankot, meg ezt, meg azt, meg amazt. Most képzeljük már el azt, hogy Németország Európában elszigetelődik. Ugye ez akkor azt jelenti, hogy Németország nélkül hozzák meg a döntéseket? Vagy azt jelenti, hogy tehát nem lesz német befolyás a következő halászati keretszabályozásra, 7 éves költségvetésre, akármire? Tehát egyszerűen van az elszigetelődésnek kvázi egy alsó korlátja, egy ilyen szint, ami alá egy ország pozíciójánál fogva nem tud kerülni. Németország esetében ez a szint nyilván meglehetősen magasan van a magyar szinthez képest, tehát meg lehet hozni olyan döntéseket Magyarország nélkül, amelyeket Németország nélkül nem lehet. De Magyarország számára is van, óv és eltakar, egy olyan alsó korlát az elszigetelődésben, ami megadja azt a politikai mozgásteret, hogy ez az ország akkor is, amikor senki nem akarja az ő szuverenitását tiszteletben tartani, akkor is folytathasson a szuverén politikát. Vannak ennek költségei, tehát Magyarország számára is van egy ilyen alsó korlát, ami alá egyszerűen nem tudunk esni. Tehát ne essünk bele az elszigeteltség diskurzus extremitásaiba. A másik apróság, amit hozzá szeretnék... Ide nagyon nagy ingerenciát érzek, hogy ne tűzem ide, mert nem a politika logikájában, hanem a mindannyiunk által megélt hétköznapi logikát. Nem ugyanaz zajlik, melyikünk ellen fordult elő általános iskolában, középiskolában, edzésre jártunk, hogy hát ha így és így viselkedsz, akkor majd nem fognak veled játszani a többiek. Uh-huh. Majd nem fognak veled ezt meg azt, elszigetelődsz ott a csak. Tehát ez egy létező, az ember lelkében meglévő félelem, aggodalom, hogy atya világ, hát van egy főszabály, van a megmondó srác, fiú, lány a csapatban, a társaságban, és hogyha
Én nagyon nem értek vele egyet, és nagyon nem szeretnék azt csinálni, amit ő csinál. És atya világ, most vagy feladom azt, amit én helyesnek gondolok, és akkor tagja vagyok a bandának, vagy azt mondom, hogy bocs, hát én nem szeretném, értsétek meg, nem akarom. Fogadjatok csinálni. El így. Most idáig azért nehezebb eljutni. Ha már tolerancia. De tűrjetek el. De azt mondom, hogy nem, lányok, én... Fiúk, nem akarok 50 milliárdot kiderül, küldeni Ukrajnába. Nem leszel számkivetett az osztályon belül, nem igaz, hogy nem maradnak barátaid. Tehát azt gondolom, hogy ennek az egésznek van egy a hétköznapa, szinte minden ember szívében, lelkében meglévő gyökere. Erre épít, ez az egyébként valóban túltold, abszurd, nevetséges dolog. Önálló álláspontodat képviseled, és az... egy-két másik állásponttal esik egybe, vagy egyedül, vagy akkor te elszigetelődtél. Hát az ég szerelmére, hát soha nem azt mondták a szüleink, hogy fiam, mindig mondjál igazat, mondjuk kivéve akkor, amikor csak egyedül te mondanál igazat, ugye? Tehát nem ezt mondták, aztán fiam, mondjál mindig igazat. Hát az Istenem, hát aztán én egyedül vagyok, akik igazat mondok, a többiek mind csűrik, csavarják, vagy kikerülik a őszinte választ. Második megjegyzésemet, ha fene-fené teszik, akkor is elmondom. Hát csak azért, hogy mi lesz ez a pszichológiai hatás, amit el fog érni ez a júniusi európai parlamenti választás, akkor is, hogyha és szerintem ez a papírforma nem lesz meg a Salvini által álmodott európai centrodestre, és nem fog tudni megképződni az Európai Néppárt IDECR többséget, 50 plusz 1-es többség az Európai Parlamentben. Tegnap este 5 óra környékén én ültem a Bécsi Egyetem Afrika Tudományok Tanszékének az egyes számú nagy előadójában, és mivel egyetem alatt is kénytelen vagyok dolgozni, a Mandiner egy ilyen kegyetlen munkát igénylő hely, ezért éppen meg volt nyitva a laptopomon a Poll of Polls Ausztriánál, ahol az osztrák közvéleménykutatási átlagot tekinteti meg a nyájas olvasó. Az ugye most úgy néz ki, hogy Osztrák Szabadságpárt kedves barátaink, innen is puszilom minden nyújjukat, 30%, 24% osztrák szociáldemokrata párt, 21% osztrák néppárt, és 10% meg az alatt kezdődnek a liberálisok, meg a többiek. Na most, őt mellettem kettő kimondottan jól értesült, okos, értelmes kolléga, aki rendszer szintű tudással rendelkezik arról, hogy a globális észak kereskedelmi viszonyai hogyan nyomják el a globális teret. Rápillantottak a laptopomra, és tehát kerülgetni kezdte őket a jegeces rémület egy olyan adattól, 30%-kor az FPÖ az első helyen, ami 2022. novembere óta változatlan. Hát azokban az országokban, ahol a jelenlegi politikai realitások, a jelenlegi párt népszerűségek mellett még nem volt választás, ez egy elemi erejű ütés lesz az ottani mainstreamnek. Tehát az én kedves kollégáim, még egyszer mondom, az osztrák elit, tehát mindenféle nemzetközi tanácsadó cégeknél dolgoznak, és ők lesznek a következő osztrák megmondó osztály, amely meghatározza majd az osztrák külpolitikát. Ők nem tudták azt, hogy a pártjukban, vagy az országukban másfél éve az Osztrák Szabadságpárt a legnépszerűbb párt. Tehát az, hogy ez majd egyszer beüt, és júniusban mandátumokban manifesztálódik. Ennek a pszichológiai hatása szerint már becsüljük alá. És az ő fejükben gondolom egy ilyen Müncheni sörpucs környéki élményként elnyezett ez. Hú, nagyon sok mindenről kéne még beszélnünk, hál' Istennek sok mindenről beszéltünk is, de viszont egy villámkérdés azért lenne bennem, csak ez tényleg villámkérdés, hogy itt van a svédek, ugye? Van egy ezért akartam egy finom jelzést küldeni. Perceink vannak hátrányt a műsorból. Ugye van egy kormányzati álláspont, ami szupportív, legyen Svédország NATO tagja, és van egy fideszes parlamenti álláspont, ami, hogy mondjam, egy kicsit mondjuk úgy aggályokat érez azzal kapcsolatban, hogy ez hozzájáruljon. A Fidesz EP képviselői hogyan tekintenek erre? Nyilván ez egy másik perspektíva bizonyos szempontból. Legyen, vagy ne legyen tagja a NATO-nak Svédország? Ilyen egyszerűen is kérdezhetném. Én lelkes, értékalapú támogatója vagyok a kormánynak, és a Fidesz képviselőcsoportjának az álláspontjával értek egyet. Tehát az a helyzet, hogy Krisztusból próbálnak bohócot csinálni. Hát folyamatosan azt mondják, hogy a NATO persze egy védelmi szövetség, de hát értékalapú együttműködés is. More than welcome. Értékalapú együttműködés. Az hogyan van, hogy kopogtat az ajtón, oké, nem egy szegény sorból való, meg hát. Nem egy kicsi, hanem egy igen gazdag, nagymúltú, erős ország, és a kopogtatás közben a jó, édes anyánkat emlegeti minden második mondatában nekünk, akik benn vagyunk. És azt kérő, egyébként legyetek kedvesek, feltétel nélkül, őszintén, tiszta szívből, szeretettel támogassatok minket. Finnek is ezt csinálták, finneknél megszületett a döntés,
aztán ennek a hálája a Peti Szarvama eljárása, mert ő is egy filmpolitikus, egy kormánypárti politikus. Politikus. Tehát csak azt tudom mondani, hogy az a helyzet, hogy ha és amennyiben ezt a mantrát tolják, hogy az a NATO, az Észak-Atlanti Együttműködés Szervezete az egy nem csupán egy védelmi szövetség, hanem egy értékalapú együttműködés, az értékalapú együttműködés az azt feltételezi, hogy egy ide csatlakozni akaró, a csatlakozás pillanatában az ajtónál állva, most már nem kopogtatva, hanem dörömbölve, nem szidja választékos módon a bent lévő, az ő felvételéről döntő országoknak az ő édesanyját. Hát ebből még akármi is lehet, ettől független jó szívvel hallgathatunk továbbra is Abbát, és hogy egy klasszikus idézzenek, szálljanak a grippenek jó széllel. Köszönjük szépen a figyelmet, köszönöm a beszélgetést, lesz jövő héten is Mandiner reakció, de addig is iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessenek minket minden felületen, ott vagyunk a TikTokon is. Köszönjük még egyszer, viszontlátásra, viszonthallásra. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon.